Önök a Zsolca TV 10. heti adását látják a UPC Felső-Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. Köszöntöm nézőinket! A hétvégén betörtek a Zsolca TV stúdiójába. A hivatlan látogatónk falbontással jutott be a stúdiónkba, ahol alapos pusztítást végzett, és a rongálás miatt nem tudunk most szokásos stúdió hátterünkkel jelentkezni. A betörő több kameránkat és számítógépünket is elvitte, illetve tönkretette. Ezért a múlt hét eseményeiről csak rövid tudósításokkal tudunk e heti adásunkban szolgálni nézőinket. A városunk rendőrei bravúros gyorsasággal fogták el a tettest. A 11-szeres visszaeső körömi származású roma férfinál elfogásakor megtalálták a Zsolca TV-ből elvitt berendezéseket. Azok azonban még bűnügyi leltárban vannak. A Zsolca TV stúdióját több millió forintos kár érte. Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a jövő héttől a megszokott módon, a megszokott tartalommal és minőségben jelentkezhessen a közelkép. A Sajó csak nem a teljes hazai szakaszán apad. A határszelvényben Sajó püspökinél már az elsőfokú készültségi szint alatt maradt a vízállás. A folyó középső és alsó szakaszán tovább folytatódik a vízszintek lassú csökkenése. A Felső-Zsolcai vasúti hídnál lévő automata mérőállás adata szerint március 1-e és 5-e között a Sajó vízszintje 113 cm apadt. A húságazatot érintő kérdésekről egyeztetett Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Felső-Zsolcai Sajóhús Kft.-ben tett látogatása alkalmával. A kormány vállalta, hogy megoldja a húsipar problémáját. Budai Gyula hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is elkötelezett az iránt, hogy hozzájáruljon a húsipar szektorban a foglalkoztatási szint fenntartásához, javításához. Felső-Zsolcán a sajóhúsnál közvetlenül 61 ember munkájáról van szó, közvetve azonban ennek többszöröséről. . 135 éve szabadult fel a török elnyomás alól Bulgária. A diaszpórában élő bolgárság Felső-Zsolcán is évek óta együtt ünnepli a felszabadulást és a tavasz köszöntést a Martenyicát. A Felső-Zsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat március 1-én a kastélyban rendezett megemlékezésén Varga Szimeon, az országos bolgár önkormányzat alelnöke mondott beszédet, a zsolcai Rozmarin kórus pedig bolgár dalokat is énekelt. Baradusva mellén a sikerjána, Siobjána, Gradicica, Siobjána, Gradicica, Aljána, Aljána, Portugáljána, Baradusva mellén a sikerjána. Vasárnap kezdődik a megyei kézilabda bajnokság. Az FISC fogadja a Nyíregyháza csapatát. A nemrég véget ért Kerekes-Menyhér teremtornájól szereplő Nyíregyházi gárda edzője azt mondta, győzni jönnek Felső-Zsolcára, de a megyei kézilabda szövetség elnöke az FISC-t is erős csapatnak tartja. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy igazi rangadó lesz, egy felkészült csapat jön, a Nyíregyháza egy nagyon ügyes csapat, hiszen ma itt volt, láttam. Ezt három esélyes mérkőzésnek tartom, talán egy kicsit a hazai csapat javára billen a mérleg, nyilvánvalóan én ezért fogok szurkolni. Hát én úgy gondolom, hogy első meccset játszhattuk velük, egy izgalmas, nagyon sportszerű játékot játszó, gyors játékot játszó csapat, mármint a megyei elsőosztályra vonatkoztatom ezt természetesen. Én úgy gondolom, hogy mi az erősítésekkel egy kicsit jobbak leszünk és győzni fogunk. Szeretünk egyébként Alsó és Felső Zsolcára járni, mind a két helyen voltunk már kerekes tornán is játszani is, tehát a közönség is elfogadott bennünket, tehát látszott most is egyébként, hogy a közönség egy kicsit nekünk szurkolt. A Zsolcaik egy középcsapat per pillanat, tehát elvileg még följebb is kerül, tehát az első három közé kerülhetnek, de per pillanat még fejlődés előtt vannak, tehát még nekik fejlődni kell, jó úton járnak, én úgy érzem. Vasárnap 11 órától a rendezvények házában szurkoljunk együtt a zsolcai kézilabdás fiúknak. A belépés ingyenes.
témáinkról bővebb tudósításokat jövő heti adásunkban láthatnak majd. A férfiak figyelmét hívom fel arra, hogy ne feledkezzenek meg a nőnapról. A hölgyeket, lányokat, asszonyokat pedig a Felsőzsolca Város Fővédnökségével az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület szervezésében 10. alkalommal megrendezésre kerülő Városi Nőnapra invitálom, március 8-án 15 órától a rendezvények házába. További szép hetet kívánok, viszontlátásra!